Nagy örömmel és szeretettel köszöntök mindenkit újból az Isten igéje előtt. Egy olyan időszakban vagyunk most, amikor talán a keresztény közösségek megállnak, és a Jóisten előtt hálaadással kifejezik mindazt a jót, amit Istentől kaptak, kifejezik az ő köszönetüket Istentől, és ráláthatnak arra, hogy milyen gondviselő Istenünk van. Fontos megemlékeznünk erről, fontos látnunk azt, amit értünk tesz folyamatosan, ami megváltó Krisztusunk. Hívnék mindenkit most Isten igéje elé, a Lukács evangéliumából a 17. rész, 11. versétől szeretnék olvasni egy pár gondolatot, mint hálaadás, mint ünnep, mint köszönet Isten fele mindazért, amit kaptunk tőle az elmúlt időszakban, azért, ahogyan velünk van, ahogyan terelgeti az életünket, és örülök annak, hogy egy olyan élő Istenünk van, akire mindig számíthatunk. Ma is ő szeretne bátorítani, és az a vágyam, hogy töltse be hálaadással a szívünket az élő Isten ezen a mai üzeneten keresztül. Lukács evangéliumából tehát a 17. rész, 11. versétől olvasnám Isten igéjét. Jézus útban volt Jeruzsálem felé, és Galileából éppen Samáriába érkezett. Amikor az egyik faluba ért, 10 leprás jött vele szembe, akik jó messze megálltak, és onnan kiabáltak. Jézus, Mester, segíts rajtunk! Mikor Jézus látta őket, ezt mondta nekik. Menjetek, mutassátok meg magatokat a papnak. Azok mind a 10 el is indultak, és útközben meggyógyultak. Egyikük, amikor látta, hogy meggyógyult, visszajött Jézushoz, és hangosan dicsérte Istent. Azután arcra borult Jézus lába előtt, és megköszönte, hogy meggyógyította. Ez az egy éppen samáriai volt. Jézus ezt kérdezte, nem 10 gyógyultatok meg? Hol van a többi 9? Egyikük sem jött vissza, hogy Isten dicsőítse, csak ez az idegen. Azután hozzáfordult, és ezt mondta, kelj fel, és menj el békességgel, a te hited megmentett téged. Amen. Eddig Isten bátorító üzenete számunkra. Azt látjuk tehát ebben a történetben, hogy van 10 olyan személy, akiknek közös volt a sorsuk. Ugyanazzal a betegséggel küzdöttek, azaz leprásak voltak. Lehet, hogy ők soha nem találkoztak volna egymással, hogyha nem lett volna közös a sorsuk. De a nehézség összehozta őket. Azt látjuk, hogy amikor az ember életében jól mennek a dolgok, van egészség, van pénz, van biztonságérzet, nagyon könnyen hajlamos arra, hogy eltávolodjon az élő Istentől, és eltávolodjon az embertársaitól is. Igen ám, de amikor az ember sorsa egy kicsit megváltozik, rosszabbra fordul, megjelenik egy-egy nehézség, kihívás, probléma, akár betegség az ember életében, akkor könnyebben tudnak egymáshoz fordulni az emberek, és kevésbé jut eszükbe az, hogy elítéljék a másikat, lenézzék a másikat, vagy ne talántán különnek tartsák magukat bárkinél is. A nehéz helyzetekben azt érezzük nagyon sok esetben a lelkünk mélyén, hogy igen, szükségünk van Istenre, szükségünk van egymásra. Össze kell fognunk, szeretnünk kell egymást, valamilyen módon segítenünk kell egymásnak, hogy megoldódjanak az életünkben azok a nehézségek, amikkel éppen szembenézünk. Igen ám, de sok esetben sajnos ez nem működik. Elméleti szinten igen, de gyakorlati szinten már nehézkes a történet. Sokan azt gondolják egyébként, hogy egy nehézség milyen sokat változtat az ember életén. A valóság viszont az, hogy nem. Az emberi gonosz szívet egy nehézség nem változtatja meg. Csak és kizárólag az élő Isten az, aki bennünk változásokat tud véghez vinni. Látjuk ebben a történetben is, hogy amikor Jézus elindul Jeruzsálembe, találkozik ezzel a 10 leprással, akik kilettek taszítva a társadalomból, meggyógyítja őket, és döbbenetes módon azt gondolnánk, hogy mindannyian visszamentek hozzá, és köszönetet mondtak, hogy azt a minimumot megtették Jézus fel, amit kellett volna.
És sajnos nem ez történt, hanem azt tapasztaljuk, hogy csak egy ember volt, aki visszament köszönetet mondani a gyógyulásért Jézusnak. Azt látjuk tehát, hogy a nehézség mennyire nem változtat az ember jellemén. Az élő Istenen kívül senki nem tud megváltoztatni bennünket jó irányba. Sajnos az arány ma is nagyon hasonló. Az ember sokkal hamarabb hajlik arra, hogy hibáztassa az élő Istent, hogy vádolja őt, hogy akár bűnbakként kiáltsa ki őt, mint hogy esetleg köszönetet vagy hálát érezzen bármiért is. Pedig azt gondolom, és meggyőződésem ez, hogy bőven van okunk arra, hogy háladással megálljunk az Isten előtt. Hiszen minden, amink van, az az Istennek az ajándéka. Isten áldása nyugszik meg mindannyiunk életén. Ő áldja meg a munkánkat, a szorgalmunkat. Ő ad erőt nekünk mindenhez, ebben az életben. Annyi mindent ő biztosít. Sok mindent nem értékelünk, lehet, hogy csak akkor, amikor már elveszítettünk valamit. Akár az egészségünket, akár egy kapcsolatot, akár a másik embert. De Isten megáld bennünket, van okunk a háladásra. És én nagyon remélem, hogy ebben az időszakban, most, sok mindent át tudunk értékelni, megállni, és engedni Istennek azt, hogy cselekedjen bennünk, és betöltse a szívünket háladással és elégedettséggel. Én ezért imádkozom, és ezt kérem a saját életemre nézve, és mindannyiunk életére. A kérdés, ami ma megfogalmazódik bennem, hogy vajon mit tudunk tenni, bármilyen helyzetben is legyünk, amikor esetleg az élet olyan kihívások elé állít, amik nem kellemesek számunkra. Arra vagyunk bátorítva Isten részéről, hogy tegyük azt, amit végül is megtettek ezek a leprások is. Egyrészről jól gondoljuk meg, hogy kihez tudunk fordulni, kihez érdemes fordulni segítségért a nehézség idején, a betegség idején, bármilyen más időszakban, amiben éppen vagyunk, és a számunkra nehéz vagy nem kellemes. Gondoljunk csak arra, amikor a bibliai történetben találkozunk sok olyan személlyel, akik keresték a megoldást az életük problémáira éveken keresztül. Ott van például a vérfolyásos asszony, aki egy jómódú hölgy volt. 12 évig minden irányban megoldást keresett a betegségére. Orvosról orvosra járt, senki nem tudott rajta segíteni, nem oldódott meg valami miatt az életének a problémája. Ezzel a betegséggel szenvedett 12 éven keresztül. És 12 év után jutott el Jézushoz, az élő Istenhez 12 év után tudott fordulni őszintén. És azt látjuk a leprások esetében is, hogy élték az életüket kiközösítetten a társadalomból, és egyszer csak rátaláltak Jézusra, és hozzá tudtak fordulni. És azt olvassuk, hogy megálltak távol tőle, és kiabáltak, kiáltottak hozzá, és azt mondták, Jézus, Mester, segíts rajtunk! A lepra egyébként egy gyógyíthatatlan betegség volt. Mondhatnám azt is, hogy ezek az emberek élő halottak voltak. De Jézushoz fordultak azért, mert rájöttek, hogy ő az egyetlen, aki tud és akar rajtuk segíteni. A kérdés az, amely elhangzik felénk most, hogy egy-egy nehéz helyzetben mi magunk mit tudunk tenni, mit érdemes tennünk, kihez fordulunk, kitől várunk és kérünk segítséget. Fontos kérdések ezek, mert mindannyian kivétel nélkül, ha fizikailag nem is, de lelkileg bizony leprásak vagyunk, a bűn betegségében szenvedünk mindannyian. Mit kezdünk ezzel a csendes és észrevétlen gyilkossal? Kihez tudunk fordulni? Ki az, aki képes minket meggyógyítani, új emberré tenni, átformálni bennünket, megszabadítani a bűnnek a hatalma alól? Meggyőződéssel mondhatom, személyes tapasztalatból is, hogy egyedül az, aki a bűneinket magára vállalta, aki meghalt értünk, helyettünk és miattunk a Golgotai kereszten,
aki a bűneinkért kapott sebeket, aki a vétkeinkért töretett össze. A békességünk büntetését ő fizette meg, és ami az ő sebei árán gyógyulhattunk mi meg. Ő nem más, mint Jézus Krisztus, az élő Istennek a fia. És ezt nagyon nehéz megértetni, bárkivel is, de megtapasztalni annál csodálatosabb. És én ezt kívánom mindannyiunknak, hogy tapasztaljuk meg Jézus gyógyító jelenlétét az életünkben. Merjünk hozzá bátran fordulni. Mert ő az, aki meg tud minket gyógyítani a bűnbetegségéből, minden félelem és szorongásból. Bármi legyen az, őre mindig számíthatunk. Ő az, aki nem fordít hátat. Ő az egyetlen, aki nem csak megígéri, hogy gondolok majd rád, imádkozom érted, megpróbálok segíteni, aztán az ígéret ígéret marad. Isten az, aki megígérte, hogy segít, és valóra is váltja az ígéretét. Ezért forduljunk bizalommal hozzá, minden időben, bármilyen helyzetben. A második gondolat, amit kiemelnék, hogy meg kell tanulnunk azt is, hogy nekünk fontos, hogy hitben tudjunk járni, és nem látásban. Hitben járni, és nem látásban. Azt olvassuk a történetben, hogy amikor Jézus látta őket, akkor ezt mondta nekik, menjetek, mutassátok meg magatokat a papnak. Azok mind a 12-en el is indultak, és útközben meggyógyultak. A helyi törvények szerint a leprás a paphoz kellett menjen. Meg kellett mutatnia azt, hogy ő valóban meggyógyult, kapott egy igazolást a kezébe, és ezzel tudott visszatérni a társadalomba. Ez volt a protokoll, ezt kellett megtenni akkor. És ezért küldte el Jézus, hogy tegyék meg azt, amit meg kell tenniük. De amikor Jézus elküldte őket a paphoz, azt látjuk a történetben, ha megfigyeljük, hogy ők még betegek voltak, és mégis elindultak. Miért? Mert hittek Jézus szavában. Mert hittek abban, amit ő mondott. A hit pedig tudjuk, hogy hallásból van. Hallás pedig az Isten beszéde által. És ezért azt mondhatom, hogy nagyon fontos, hogy halljuk, komolyan vegyük, higgyünk abban, amit Isten nekünk akar mondani. Merjünk bátran megbízni az élő Istenben. Mert hit nélkül azt mondja az Isten igéje, hogy senki sem lehet kedves az Isten előtt. Mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Ezt olvassuk a zsidókhoz írt levélben. Azt látjuk a történetben, hogy mind a 10 leprásan oda mennek a papokhoz, hittel a szívükben az Isten szava iránt, és útközben pedig Isten megjutalmazta az ő hitüket, és meggyógyultak. Ők eljutottak arra a pontra, hogy ne önmagunkban bízzanak, ne a kapcsolataikban, ne a pénzükben, ne a képességeikben, hanem az élő Istenben. Mindezt elveszítették, csak az élő Istenbe vetett hitük maradt, és ebbe erősen meg tudtak kapaszkodni. Hittel és engedelmes szívvel közeledjünk mi is minden helyzetben az élő Istenhez, és meg fogjuk tapasztalni azt, ahogyan ő cselekszik az életünkben. Egy harmadik gondolat, amit kiemelnék, amire bátorítva vagyunk ma, hogy tanuljunk meg hálát adni Istennek mindenért. Mindenért, minden időben. És ne sodródjunk azzal a tömeggel, amely tud eléggé hálátlan és elégedett lenni. A leprások meggyógyultak, majd azt látjuk, hogy szétszélettek. A rokonokhoz mentek vissza, a társadalomba, a családjukhoz, a barátaikhoz ünnepelni, örültek annak, hogy az életük helyreállt, hogy csoda történt velük. És itt van egyetlen egy idegen, aki ráadásul samáriai volt, akitől senki nem remélte, hogy ezt fogja tenni, de megtette, visszament Jézushoz hálát adni és köszönetet mondani a gyógyulásért. És azt látjuk, hogy ő arcra borult Jézus lába előtt, és megköszönte, hogy meggyógyította. Jézus pedig ránézett és megkérdezte tőle, nem 10 gyógyultak meg? Hol van a többi 9?
Nagyon fontos megértenünk, hogy nem kell nekünk azt tenni soha, amit a többség. Nekünk azt kell tennünk, ami kedves és ami helyes az Isten előtt. Nem kell mások életét élnünk. Nem kell azt tennünk, amit mások kérnek tőlünk. Mert az nem biztos, hogy jó, de azt meg kell tennünk, amit a mi teremtő alkotó Istenünk kér tőlünk. Mert az helyes, az egészséges, az a javunkat szolgálja, az az épülésünkre van. Ne álljunk meg soha az embernél, hanem menjünk el mindig a forráshoz. Forduljunk bizalommal Istenhez. Hittel járuljunk az Isten színe elé. És köszönjük meg neki mindazt, amit értünk tett, amit értünk tesz, és amit tenni fog a jövőben is. Nem azt kell megköszönnünk Istennek, hogy nehézségeken megyünk keresztül az életünk során, de azt igen, hogy velünk van a nehézségek közepette, hogy számíthatunk rá, hogy megragadhatjuk az ő kezét, hogy amikor senki nincs mellettünk, ő ott van velünk. És ezért az én szívem hálával van telve, hogy soha egy pillanatig sem vagyok egyedül. Mindig számíthatok az én élő, megtartó, gyógyító és helyreállító Istenemre. És ne felejtsük el soha azt sem, hogy rajtunk nem az ember segít, hanem az emberen keresztül az élő Isten az, aki cselekszik. Kapcsolódjunk tehát így mindannyian az élet forrásához őszinte szívvel és hittel, és legyen hálaadás bennünk. Köszönjük meg Istennek mindazt, amit folyamatosan elvégez az életünkben. És ha már hálaadásról van szó, akkor a kérdés nyilván az, hogy miért fontos, hogy a szívünk megteljen hálaadással. Miért ennyire lényeges ez? Azért, mert egyrésztről a hálaadás az, ami boldoggá tesz bennünket. Hiszen a boldogság nem a körülményeinktől függ, hanem a hozzáállásunktól függ. Gondoljunk csak Pál apostolra, akinek a szívéből a hála és az öröm ott volt, és ezt az örömöt és hálát senki nem tudta elvenni tőle. A börtönben volt, szenvedett, nélkülözött, megfosztották a szabadságától, de azt látjuk az élete során, hogy a hálaadástól és az örömtől senki nem tudta őt megfosztani. Boldog volt, mert tudta, hogy az élete az Isten megtartó kezében van. És hogyha Jézus Krisztus bennem él, és rábízom magamat, akkor boldog emberré válok, és elégedett leszek mindazzal, amin van. A hálaadással megtöltött szív egyébként lecsökkenti a stresszt is az életünkben. Egészségesebbé válunk szellemileg és fizikailag egyaránt, és ez boldogsággal fog eltölteni bennünket. Ha nem tudok hálaadással telt szívvel élni, akkor mindig elégedetlen és boldogtalan ember maradok. Mert nem fogom megtanulni soha, hogy mi az elég. Soha nem leszek elégedett a körülményeimmel, az emberekkel, és mindazzal, ami történik az életem során. A hálaadás ugyanakkor segít abban, hogy mi az Istennek egy igenis hiteles tanítványai tudjunk lenni. És nagyon nem mindegy, hogy keresztény emberekként hogyan képviseljük Istent ezen a földön. Hogy csak arról beszélünk, hogy keresztények vagyunk, vagy meg is éljük a kereszténységünket. Látniuk kell az embereknek azt, hogy hálaadás van a szívünkben Isten iránt. Mert a hálával megtelt szív bennünket Krisztus jobb tanítványává tesz. Szerethető és követhető emberekké válunk. Nagyon nem mindegy, hogy mi sugárzik ki belőlünk. Nagyon nem mindegy, hogy Istent hogyan képviseljük a társadalomban, a környezetünkben. Nagyon nem mindegy, hogy láthatóvá válik-e az, hogy bennünk ő él, vagy nem ő él. Ugyanakkor azt is lássuk, hogy a hálaadás erősíti és mélyíti az emberi kapcsolatokat is. Hiszen az emberi kapcsolatok, el kell ismernünk, hogy nagyon komoly támadás alá kerültek ezekben az időkben.
Nagyon sok a feszültség, a viszály, a probléma, az elégedetlenség, a bizalmatlanság, a kritikus, ítélkező lelkület a kapcsolatokban, az emberek között. Miért van mindez? Miért? Egyszerűen azt kell mondanom, hogy a hálaadás hiánya miatt van mindez. A hálaadás hiánya miatt. Ugyanakkor nekünk szent küldetésünk az, hogy legyünk nagyon hálásak egymásért. Tiszteljük és szeressük egymást. Akkor is, ha nem vagyunk egyformák. Akkor is, ha nem ugyanúgy gondolkodunk. Akkor is, ha nem ugyanazt képviseljük. Akkor is, ha kicsit másképp látunk dolgokat. Nekünk csak így lesznek erős, mély kapcsolataink, hogyha ezt komolyan vesszük. Hogyha háladással van megteltve a szívünk. És azt mondja Isten igéje, hogy mindenért tudjunk hálát adni. Mert ez az Isten akarata, a mi javunkra. És azt sem szabad elfelejtenünk, hogy az élő Isten a mennyben lakik, és egy hálaadással megtöltött szívben. Sehol máshol. Sehol máshol. És zárásként hadd említsek meg még egy gondolatot. Engedjük meg a legőszintébb módon Istennek, hogy teljes munkát végezzen bennünk. Hogy az életünk minden területére betekintést nyerhessen. Hogy az életünk minden területét meg tudja érinteni, és jó értelemben át tudja formálni azt. Itt van ez a leprából meggyógyult idegen, aki visszament Jézushoz, és kapott tőle a fizikai gyógyuláson kívül még valamit. Lelki, szellemi gyógyulást is. És Jézus azt mondta neki, kelj fel, menj el békességgel, mert a te hited megmentett téged. A samáriai megtisztult tehát fizikailag és lelkileg is. Megbocsájtottak a bűnei, és ez mindennél fontosabb az életünkben. Amikor Isten megáld, akkor ne feledjük el azt, hogy még jobban akar minket megáldani, még többet akar adni nekünk, mint amit mi elképzelnénk. Vagy kérnénk tőle. Isten az, aki átsegít bennünket minden nehéz helyzetben. És ő az, aki meg akarja menteni az életünket a bűn pusztító betegségéből is. Ő nem csupán életben akar tartani bennünket, hanem meg akar ajándékozni örök élettel is. Engedjük, hogy Isten teljes munkát végezzen bennünk. Arra vagyunk megszólítva, hogy ne dédelgessük a bűnt, a rossz szokásainkat. Ne barátkozzunk meg olyan dolgokkal az életünkben, amikről tudjuk, hogy károsak számunkra, hogy a vesztünket szolgálják, hogy tönkretesznek bennünket, hanem merjünk mindent átadni az élő Istennek. Akarjunk megszabadulni a bűn pusztító betegségétől, és engedjük meg Istennek, hogy egy teljes munkát végezzen el bennünk, hogy teljesen új emberré formáljon. Forduljunk tehát bizalommal az élő Istenhez. Mindig. Legyen bennünk hit és engedelmesség az élő Isten iránt, mert benne soha nem fogunk csalódni. Hittünk mi már annyi mindenben, hittünk mi már az emberek szavában. Bíztunk mi már önmagunkban, a pénzünkben és a kapcsolatainkban, és minden másban. Itt az ideje, hogy az élő Istenbe vessük a hitünket, és engedelmeskedjünk az ő jó akaratának, mert ebben soha nem fogunk csalódni. Ha ezt tesszük, akkor áldottak leszünk. Töltse be a szívünket a hálaadás mindenért. Mindenért. És engedjük, hogy Isten teljes munkát végezzen bennünk. Én azt kívánom, hogy így járjon át bennünket az Isten élő igéje. Töltse be így a szívünket az ő jelenléte, és legyünk olyan emberek, akik örömben, békességben, hálaadással és szeretetben tudnak élni. Akik egészségesek leszünk lelkileg és fizikailag egyaránt. Egy beteg társadalomban, beteg emberekként, az élő Istenhez fordulva,
meggyógyulhatunk minden szinten. Így szeretnék ezért imádkozni. És így hívjuk segítségül, ami megváltó Krisztusunkat. Engedjük, hogy cselekedjen bennünk, és az ő jó munkája valóra váljon az életünkben. Mennyei Atyám, köszönjük neked, hogy most együtt, egy szívvel, egy lélekkel megállhatunk a te jelenlétedben. Köszönjük, hogy a te jelenléted számunkra mindig gyógyulást hoz, változást hoz, életet ad. Így kérünk téged, Istenünk, hogy te, látva az életünket, ismerve bennünket, jöjj közel hozzánk most, érints meg, újíts meg, formálj át. Látod azt, hogy mi az, amiben szenvedünk, mi az, amivel küzdünk. Látod azt, hogy milyen dolgok vettek minket körül, milyen problémák, kihívások, betegségek. Látod azt, hogy a bűn pusztító ereje mennyire ott van sokunknak az életében. Hozzád fordulunk, és nem akárhogy, hittel és engedelmes szívvel. És arra kérünk, hogy te cselekedj. Arra kérünk, hogy te érints meg bennünket. És vidd véghez mindannyiunk életében, Atyám, a te gyógyító munkádat. Tégy bennünket egészségessé. Tégy bennünket új emberekké. Új gondolkodásmóddal, új szívvel. Új attitűddel áld meg bennünket. És töltsd be így a szívünket, kérlek, hálaadással, örömmel, szeretettel. Köszönöm, hogy meghallgatsz bennünket, Atyám. És így végzed a te jó munkádat mindannyiunk életében. Az Úr Jézus Krisztus hatalmas nevében. Amen. Az, aki benned bízik, soha meg nem szégyenül. Az, aki hozzád hittel, I'm not afraid to die.
jövök, Uram.